Miközben a családok és egész Románia a két meggyilkolt tinédzserlányt gyászolja, az Alkotmánybíróság hétfőn az alaptörvénybe ütközőnek minősítette a büntető törvénykönyv módosítását. A két hír között az a kapcsolat, hogy a kormány által benyújtott változtatások azt jelentenék, hogy a két lány feltételezett gyilkosát életkora miatt nem lehetne életfogytiglanra ítélni, és büntetése jelentős részét el kellene engedni. Az országot megrázó gyilkossági ügy második áldozata háromszor is hiába hívta fel a rendőrséget elrablását követően. A tervezett törvénymódosítás nyomán a jövőben hasonló esetekben nem lehetne az érintett rendőrt hivatali hanyagságért felelősségre vonni. A gyilkosságok miatt utcára vonult tüntetők szerint a két eset kezelése során bebizonyosodott, hogy az igazságszolgáltatás már nem csak a korrupciót, de általában a bűncselekményeket is képtelen kezelni. Hasonló véleményen vannak az áprilisban eltűnt lány szülei is, akik szintén a rendőrséget hibáztatják. Az esetek miatt a rendőrfőkapitányt és több tisztet is menesztettek. Szombaton több ezren tüntettek Bukarestben a rendőrség cselekvésképtelensége miatt. A kormány nincs könnyű helyzetben, hiszen törvénymódosítások enyhítenék több bűncselekmény büntetési tételeit. Eközben a közvélemény bizonyos cselekmények, például az emberrablás és a nemi erőszak büntetési tételeinek szigorítását követeli. A büntetőjog módosításáról várhatóan újabb parlamenti vita következik Romániában.